my soul to thy sacred light. Blessed Akrat, thy eternal light protects me. Thy divine wisdom guides me. Quiet. Thou my path is wrought of darkness. Shut up! Még alig vagyunk túl a Hogwarts Legacy-n, vagyis hát talán még nem is hagytuk teljesen abba, és már is itt van, közeledik az év egyik következő nagy durranása, ami nem más, mint a Diablo 4. Ez nem túl nagy meglepetés azok számára, akik akár csak minimálisan is foglalkoznak a játék hírekkel, de az elmúlt hétvégén ki lehetett próbálni Open Beta keretein belül, bárki ingyen letölthette a klienst, akármilyen konzolon, PC-n, egy bizonyos ideig engedték a játékosokat haladni a történetben, úgyhogy mi is belevetettük magunkat, a varázsló kasztot kiválasztva, és kipróbáltuk, hogy érdemes-e tényleg várni a nyári megjelenést. Break the chains and discover who you were meant to be. Break the chains and be beautiful in sin. A játék rögtön egy gyönyörű szép animációs filmmel indult, és örülhetünk neki, hiszen a Blizzard régen erről volt híres, gyakorlatilag etalonnak számítottak a különböző átvezető videóik, intróik, még olyan emberek is nézték ezeket, akik a játékokkal nem is játszottak. Hát mostanában nem kaptunk tőlük ilyesmiket, úgyhogy azért is örültünk, hogy egészen hihetetlenül kezdődött ez a játék, és egy ilyen kalandor csapatot láthattunk, akik megpróbálnak bejutni valahova mindenféle szörnyek kíséretében, de amikor végül is sikerült bejutni, akkor ahogy az lenni szokott, nem jutalmat kapnak, hanem életre keltetik Lilithet, aki valószínűleg a játék fő gonosza lesz, és utána azt láthatjuk, hogy létrehozhatjuk a saját karakterünket, először is kiválasztva, hogy milyen kasztot szeretnénk játszani. Van itt barbár, nekromata, varázsló, rúg, akit magyarul még mindig nem lehet úgy igazán tökéletesen lefordítani, átmenet az íjász és mondjuk egy ilyen tolvaj között, valamint a nagyon érdekes druida. Ha kiválasztottuk, hogy milyen kasztal szeretnénk játszani, utána létrehozhatunk egy karaktert, amit nagyon aprólékosan tudunk beállítani. A játék elején, ahogy a Diablo játékok kezdődni szoktak, egy kicsit pórú járunk és botorkálunk itt a mindenféle havas tájakon, miután elvesztettük lovunkat, majd bekerülünk egy faluba, ahol először még azt látjuk, hogy kedvesek a falusiak, és hát így megkérnek minket, hogy segítsünk rajtuk. Le kell mennünk egy ilyen kazamata rendszerbe, hogy ott elintézzük a helyi veszedelmet, amitől rettenek a falusiak, de aztán rövid úton kiderül, hogy itt átverés áldozatai vagyunk, és igazából a kedves falusiak is benne vannak ebben az egészben, és láthatjuk egy visszaemlékezés keretei között, hogy Lilith már megelőzött minket, és megfertőzte a falusiak elméjét. De aztán persze kiszabadulunk innen, lesz egy szövetségesünk, aki segít nekünk eljutni a legközelebbi nagyvárosba, és aztán pedig egy olyan nyomozás veszi kezdetét, hogy egy hölgy édesanyját próbáljuk meg felkutatni, aki belógott egy olyan helyre, ahol látták már Lilithet, illetve az egész falu, illetve az egész város ezt pletykálja, hogy többen látták már, és kiderül, hogy ez a tudós nő, ez gyakorlatilag Lilith és az ő kultuszának a megszállottja, és láthatjuk szintén ilyen visszaemlékezések formájában, mert főhősünk lát ilyen múltbéli töredékeket, hogy sajnos Lilith őt is teljesen magához láncolja, megfertőzi, és segít neki abban, hogy Lilith felkutassa az egyik gyermekét valamilyen titokzatos céllal, és aztán sajnos, amikor elérjük ezt a hölgyet, akkor már nem nagyon tudunk rajta segíteni, és megtámad minket, viszont a lányában szövetségesre lelünk. Aztán egy ponton tudunk beszélni egy angyallal is, ugye azt is tudjuk, hogy a Diablo világában az angyalok azok egyáltalán nem feltétlenül jóságos lények, hanem nagyon árnyalt karakterek, és tőlük is félni kell. Aztán sajnos itt rövid úton véget ért a bétában elérhető történetszál, úgyhogy majd kiderül, hogy hogyan folytatódik tovább. De mellékküldetésekkel egészen 25. szintig lehetett fejlődni egyébként a bétában, ezt engedték a fejlesztők. A játék grafikája egészen hihetetlen, tényleg tudom, hogy szoktam ezt mondani, de izometrikus játékoknál nem feltétlenül grafikát szoktuk elsősorban dicsérni, de egészen hihetetlen aprólékos, tényleg gyönyörű, hogy ezeknek a fűszálak, ahogy rongálnak a patkányok, minden apróság, szarvasok vannak, állatok vannak, és mivel az egész tulajdonképpen három dimenzióban megalkotva, még akkor is, hogyha ilyen izometrikusan látjuk, ezért meg olyanok is történhetnek, hogy ilyen dráma pillanatokban így befordul a kamera, mint például itt lehet látni, hogy megmutatták itt ezt a katakomba helyszínt.
és nagyon jól néznek ki az effektek, tényleg nem lehet panasz a játékra, nagyon szuper és nagyon hangulatos, nagyon dárkos, lényegében ezt várjuk egy Diablótól egészen az első rész óta. Beszünk egy kicsit még a fejlesztésről, itt lehet látni ezt a skillfát, és nagyon ötletesen lehet fejlődni, ha egy skillt kiváltunk, akkor utána még azt lehet tovább specializálni, és az is jó van kitalálva, hogyha egyik irányt választjuk, akkor a másikba már nem lehet elmenni, de bármikor úgy döntetünk, hogy elfelejtünk egy skillt, és visszakapjuk azokat a skill pontokat. Ez azért fontos, mert hát egy ilyen karakterrel, hogyha mi tényleg nagyon belevetjük magunkat a játékba, akár több száz órát is eltölthetünk, így elég nagy baj lenne, hogyha mondjuk egy döntésünket nem tudnak megváltoztatni, és előre kéne kezdeni az egész karakterfejlesztést. A játék teljesen szuperül futott, PlayStation 5-ön játszottuk egyébként, és teljesen cross-platform lesz, úgyhogy bármelyik barátunkkal játszhatunk majd együtt, akár PC-nk van, akár Xboxunk van, akár PlayStation-ünk. Nagyon pozitívan zártuk a Diablónak a bétáját, és nagyon-nagyon várjuk a nyári megjelenést, amiről biztos, hogy majd mi is be fogunk számolni nektek. Nero, you were so loved.